Még egyszer üdvözlök mindenkit, nagy szeretettel, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek és tartatok egy ilyen előadást. A feladóiskoláról fogok majd beszélni. Jó, itt igazából lényegében összefoglaltuk, hogy egy feladásnak hogyan kéne igazából ideális helyzetbe kinéznie. Itt meghatároztuk azt, hogy a 2-3-as hely közé bejövő bejátszást kell feladni, légikosárra, a hálóval merőleges vál, párhuzamos haránterpeszű lábfejekkel. Itt a feladóknál már meghatározzuk azt, hogy az adott korosztálynál milyen típusú labdákat adjon. A feladó fogja majd kiválasztani az megfelelő ütőt, aki majd be fogja neki ütni a labdát. Ez természetesen, amikor már komolyabbá válik, akkor már lesz egy ellenfél is a túloldalon. Be kell csapni az ellenfél játékosait, a védekező játékosait, majd a blokkolóit. De hát a feladást megelőzi az a mozgás, amit először meg kell tanulni egy feladónak. Ugyanis blokkolásból fog majd kijönni, de hát kimozgást kell tanulnia, ugyanígy befele mozgást is, mert feladás után újra elmegy blokkolni, és újra ki fog majd szakadni, hogy fel tudjon adni. Természetesen álló helyzetben nem is nagyon ad fel a feladó, hiszen mindig lépnie kell, nem tökéletesek a bejátszások, mentett érintés van, elpattanó érintés van, neki minden ilyenre fel kell készülni a feladóiskolánál. Több feladási típus, ahogy már belekezdtem, vannak mentőérintések, ebbe beletartozik a kosár, alkar, egykezes érintés, vetődve, gurulva, csúszva, mászva, nekem mindegy, de ő adjon föl. Nálam ez szempont. Nem a feladó által feladott labda, én támogatom, hogy hármason kívül a libero játékosom adjon föl alkar érintéssel, még hármason belül támogatnám azt, hogy a center játékosom adjon föl kosár érintéssel. Van még a talajérintés, kosár alkar érintéssel és a légérintés, a kosár érintés. Főbb támadási lehetőségek, itt ugye több korosztályt jelöltem meg, U13-tól U21-ig, akár még a felnőttig is majd elmehetünk. Itt a minibe nálam szerintem a méter labdát kell megtanulni, illetve a kiemelt labdákat, esetlegesen a kis kiemeltet a hátsósoros támadónak. Gyermekben már gyorsítanám a játékot, ott ugye már bejön az egyesélyes támadás is, és ugye a támadási sebesség folyamatosan gyorsulni fog. U17, U19 nálunk az a nagy vízválasztó, hiszen én ott már olyan dolgokat kérek, amiket már felnőtt korosztályban is már kéne tudni. Mi ott elkezdjük, és akkor majd szépen lassan erősödnek, gyorsulnak. Itt szemléltetem külön, hogy ugye kint a szélén való támadásoknál ugye van a kiemelt labda, van a bögyös, a gyors labda, a kifejezetten gyorsított labda és akár a szúrt labda. Center labdáknál is felírtam párat, nem sorolom föl, mert rengeteg van, főleg, hogyha elkezdem mondani azt mellé, hogy tyúk, hiszen ugye van a felszálló hátul, szúrt, és így mehetünk tovább. A feladójátékosunk is tud támadni. Adná az ég, hogy lenne egy balkezes feladom még egyszer, mert akkor leegyszerűsödne a játékunk. Na mindegy, viszont jobbkezes feladónál is már elkezdtem erőltetni azt, hogy nyugodtan forduljon rá jobbkézzel szemből jövő labdánál. De vagy a feladó támadásaihoz sorolhatjuk még a ledobott labdát, a kidobott labdát, akár a kosárra letett labdát, de ezt tiltjuk, legalábbis mi mindenképpen, illetve a blokkról kihúzott, kiütött labda. Vannak még a figuratív támadások. Misivel beszélgettünk erről, megmondom őszintén, hogy nálunk így hívják ezeket a figurákat, nem mondom most végig, mármint a teljeset, hogy mi mit jelent. Négyes helyről támadó játékos, hogyha bemegy a center mellé kis kiemeltre, akkor mi azt például követőnek hívjuk. Ez a dia fönn lesz a szövetség oldalán? Szuper, akkor majd mindenki meg tudja nézni, hogyha valakit érdekel. Ó, és már rá is térhetünk a gyakorlatokra. Jó, ez a kivetítés már nem kell. Ezt elvehetjük, igen. Köszönöm. Hol a kosárlabda? Beszeretném mutatni a segítőimet, konkrétan az U17-es csapatom és egy felnőtt játékos, Laci Dominik. Olyan probléma fordult nálunk elő, hogy három feladó játékosom van a korosztály, és mind a három beteg.
Így van-e egyéni jelenkező, aki csatlakozna hozzájuk, vagy tőlük kell majd kijelölni egy embert? Valaki, aki lelkes? Nincs. Jó, Matyival kezdjük. Hozzátok ide a kosárlabdát. Először a feladónál meghatározzuk azt, hogy mi az az ideális érintés, amivel korosztályról lépve neki érintenie tudni kell. Mini korosztályban elvárjuk azt, hogy karláb használatával felfölül, karral kivezetve hajtsa végre a kosárérintést. Közelebb is jöhetsz. Mini korosztályban, ahogy mondtam, szépen ki kell emelni a labdát, adjunk egy középmétert, és adjunk föl hátrafele is. Nincs még légikosár, min is vagy? Nincs légikosár, min is vagy? Jó, itt már nem használta egyébként a lábát, itt ilyenkor figyelmeztetem, hogy a karláb együtt mozog fel, le, kettes. Jó, és a negyedik támadás pedig ugye a támadó vonal mögött. Szuper. Mehetünk tovább végül is a gyermekkorosztályra. Ott én már azt szoktam kérni, hogy először mindig fusson be, álljon meg, és abból egy légikosárt hajtson végre. Itt legelőször statikusan végezzük a gyakorlatokat. Menj be a háló mellé. Mert kicsit pörgősebb. Itt semmi más nem csinál, csak felad. Ezzel kezdjük az egészet. Kettesen, nem adsz? Nem. Gyermekkorosztályba bejött még kettő támadó. Gyermekbe támogatom például a center támadásnál a métert, de hogyha már van olyan centerünk, akkor akár meggyorsíthatjuk is, akár mondjuk felszállóval, és ahogy mondtam, még ragozhatni ballával, szúrtyukkal. Jó, menjünk az U17-re, pörögjünk egy kicsit ebbe bele, hozzatok két bólyát. Te még maradj ott. Megvolt a statikus mozgás. A feladónak az első dolga, van egy első soros feladónk, meg van egy hátsó soros feladónk, és hát két ilyen állapota van. Egyesre meg ötösre rakjad. A feladó is védekezik, mint minden játékos, kivéve a libero, aki elől nincs. Blokkolásból leérkezve kell feladnia. Szépen alálépett, korrigált, akár még fejelni is tudta a labdát. Ez mind-mind kifele mozgás. Most csináljuk meg azt, hogy kint vagy, gyere kijjebb, mert pontatlan a bejátszás. És utána mész blokkolni, miután feladtál. Ide kijátsz neki a labdát. Blokk, és egyből játszod neki be. És itt már meg is történt a ki és a bemozgásunk. Természetesen ugyanúgy végig kell majd adatnunk vele a 4-es helyet, a közép 3-as helyet, a 2-es helyet, az 1-es helyet és a 6-os helyet. Éppen attól függ, hogy első vagy hátsó soros a feladó. Jó, megvolt a ki és a bemozgásunk, már blokkolt a feladónk, most akkor küldjük el védekezni. Bemutatjuk a védekező pozíciónkat 1-es helyről. Majd dobom én a labdát. Először saját magának játssza be a labdát. Ő szeret futni, pontatlanul játszotta be. Nagyon szépen odafordult, ahova adja majd. Nem feltétlenül arccal. Jó, a következő. Én dobom neked védekezésre, nekem játsz vissza, és utána futsz be, Kuti pedig bejátsza neked a labdát. Futsz be. Légikosár, alálépett a labdának és szépen kitolta. Itt, most már a Matyitól azt kérem, hogy kezdje el gyorsítani a labdákat. Futás vissza, futás be. Gyorsabban. Center.
6. 5. Az ötös támadás majd későbbiekben, hogyha elérünk oda, hogyha van egy figuratív támadásunk, a négyeseink mondjuk jön be követőre, akkor én például a hatos helyes támadómat el szoktam küldeni ötösre, mint biztonsági ütő. És akkor így már van két biztonsági ütője a feladómnak, hogyha nem pontos a bejátszás. Az ötös hely és a kettes hely. Jó, most kezdjük el, hogy csak négyest adsz, de befutsz egyesről, ötösről, négyesről. Ezt azért csináljuk, mert ez a három legnehezebb állás. Itt kétfajta dobott labdákat szoktunk csinálni, most a nehezebbet fogjuk. A feladó mögül jön az összes labda. Ez azért fontos, mert taktikailag, hogyha meg akarom bolondítani egy kicsit az ellenfélnek a feladóját, megmondom az összes játékosomnak, hogy egyes helyre kell nyitni. Tök mindegy, hogy kifogadott, hogyha a feladó mögül jön a labda, nagyon sokan meghűlnek tőle. 5. 4. 4. És csináld meg kettes helyfele is. Jó, és akkor miközben csinálja a gyakorlatokat, én közben javítom neki a mozgását. Nem totyorog másik lábban elől. Nem helyezkedti a labda alá, egy lépéssel tovább kell menni. Ilyenkor már nagyon sokan megroppannak egyébként. Nem fordultál be. Jó, megvan ez. Nézzük tovább. Most ugyanez a feladat, csak most már mennie kell biztosítani, ugyanis ez a következő védekezésünk. És mész utána biztosítani. Jó, mehetsz ötösre. Biztosít. Négyes. Ez helytartásban volt. Gyere. Kettes, ugyanez. Itt viszont nagyon oda kell figyelni, hogy merre fordul a feladónk. Hát, bont nem arra. Mindig a háló fele fordulunk véleményem szerint, mert hogyha beleütik a blokkba, automatikusan a hálótól jön vissza a labda, hát hogyha innen fordulok, akkor háttal vagyok a leesett labdának. De egyébként ezen nagyon sokan szoktak vitatkozni. Mindegy, ez az én véleményem. Igen. Ebben még nem tettük bele ugye a hármason kívüli támadásokat. Itt ugye még nem használtunk olyan plusz eszközöket, hogy mondjuk kirakjuk a két végébe a kosarat, ugyanis nincsenek itt a feladóim, akitől mondjuk megkövetelhetném, hogy légy pontos. Ugyanis serdülőkorra már nem árt, hogyha a feladónk pontos, hiszen az ütőinktől elvárjuk, hogy játsszák be jól, a feladomtól meg elvárom, hogy adja fel jól. Azt utána, hogyha meg elrontotta az ütő, akkor majd utána elgondolkozunk azon, hogy ki volt a hibás. De azt is csak én dönthetem el. Jó, gyertek! Most már a gyakorlatokba ütőket rakunk bele. Cseréltek? Jó. Kérek három ütőt. Elsősorban. Na, gyerünk. Mennyi? Négyesre. Te mennyit centerbe? Te még pihenj egyet. Gyere kettesbe. Dominik megy hatoson. Jó, Kuti, ezt kicsit gyorsítani kell. Csak egyes helyes befutásra fogunk indulni. Kétfajta opció van, már most porlunk egyébként. Próbáljuk a szituációt felidézni, hogy hogy is van a mérkőzésen. Nyitásfogadás. Egyes helyes befutás. Oké, mehet. Adjuk végig. És biztosít. És biztosít, így van. Itt még az ütőket nem kérem meg, hogy biztosítsanak, hiszen még csak most jöttek be a feladóiskolába, ők most egy kicsit gyakoroljanak. Most ötös helyről megyünk. Honnan indul a center ötös helyen? Állj! Mindig a szituációnak megfelelően próbáljuk összeállítani a csapatunkat, hiszen a feladómnak tudnia kell, hogy ki hol van és hogy kinek adja a labdát. Mert nem azt játszik, hogy Laci a barátom, és neki adom, és tudom, hogy ő ott van, hanem tudnom kell, hogy ki hol van, és miért adom neki oda a labdát. Ebben még nem történt bonyodalom. Mert
Egy. Semmi baj. Négyes hely. Most már add be a hatost is. Lacika, egyesről mész. Egyes helyen támadsz. Menjél már hátra. Jó, nem baj, elnézzük. Gyerünk tovább, tovább, tovább. Jó, megyünk vissza az egyesre. Megyünk vissza az egyes helyre. Ja, hatos nem adtad le, bocsánat. Szuper. Megyünk vissza egyes helyre. A gyakorlat ugyanez. De most én mondom meg, hogy hova adja. Pontosabban mutatom. Át kell nézni a túloldalra, mert tudni kell, hogy ki hol blokkol. Jöhet? Ja, hogy nézzem. Mehet? Hát, de hogy egyesre futok be. Jogos. Jó, most arra kérem az időket, hogy ők is kezdenek el menni, most már biztosítani. Jó, ilyenkor már meghalt, aki nem feladod, de nem baj, megyünk tovább. Mennyi magyik a ötös helyre? A hatos, figyelj, a hatos hely legyen ez, jó? Hogy most már beiktassuk. Biztosítani meg én fogok. Mert? Szuper, most arra kérem az étényt, beteszünk még egy nehezítést, menjél be egyes helyre. Menjél vissza egyesre. Zétény, miközben Matyi fut be, lög neki a kosarat, hogy vissza kelljen lökni. Ugyanis nyitásfogadásnál vannak olyan esetek, hogy véletlenül a center feladónak képzeli magát, amit nem szeretek. Ilyenkor azt várom el, hogy finoman lökje arrébb, adjon föl. De én előtte mutatom a számot. Jó, mehet? Tovább. Szuper. Menjünk ötösre. Most még könnyű volt a dolga, mindezt megtartjuk. De most én Matyi mögé fogok bemenni. Mert itt már egyébként, ahogy a feladók fáradnak, egyre pontatlanabbak, már elfelejt elmenni biztosítani, ezt rengeteget kell gyakorolni, hogy be tudjuk ezt rögzíteni. Menjünk egyet négyes helyen? Ugyanis itt kell az egyik legtöbbet futnia. Hat. Három. És hogyha itt van a magas blokk, mit csinálsz? Hát ez az. Jó. Menjünk tovább ebbe az egészbe, itt már kialakítottunk egy nagyon szép szerkezetet, ugye? Ezt illesszük bele egy kicsit dinamikusabb gyakorlatba. Ez az egyik kedvenc gyakorlatom, úgy hívom, hogy feladógyilkos gyakorlat. Itt szeretnék kérni segítséget. Zsolti, jössz? Zsolti, Petike. Lacika, gyere ide a másik oldalra feladni. Jó, ismerjük. Szépen majd jövünk be, ütünk négyesen, kiszakadunk, visszacenter, kiszakadunk, és akkor megyünk át a túloldalra. Itt a biztosítás is számon kérem. Mindenkinek két oldalt legyünk. Osszuk el félre. Kell labda nektek is. Gyerekek, le kell felezni a társaságot. Menjél már át. Ti is vegyetek fel labdát.
Jó, Göci, pász menjék ki 4-esre, mindenki 4-esen. Jó, Göcivel kezdjük el. Göci leüti először 1-es blokk ellen. Ugyanis a feladón blokkol. Állj! Még egyszer. És eltolódik meg blokkolni. Kiszakadt, támad vissza centerbe. Gyere, itt blokkolsz, blokk, 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 állj! Hát akkor menj a sor végére. Mert itt még csak imitáljuk a centert, még nem adjuk be. Állj, állj, megállítottuk a gyakorlatot. A center nem indult el támadni, miért nem, ugye? A feladó miért nem ment biztosítani? Mert a center, ha elment volna támadni, be tudott volna fordulni, biztosítani. Menjünk tovább. Blokk. Kiszakad. Jó, állj. Maradjunk ugyanígy. Nehezítjük a gyakorlatot. Mehet a center támadás. Itt a feladónak már át kell nézni, hogy hol van a blokk. Mert kap egy csokit, aki null blokkot hoz ki. Menjél már. Ez egy csoki. Állj. Jó, a feladónk itt elsősoros. Menjen be most hátsó sorba. Az ütőinket meghozzuk ki ketteseig. Jöjjön de valaki harmadiknak. A feladót most beraktam védekezni. Kettes helyet még nem adunk, csak 4-est. Csak 4-es. Bízz bennem. Mert ugyanez a gyakorlat. Kiszakad. Jó, állj. Állítólag 3 támadónk van elő. Aki majd később kiszakad. Jó, menjünk tovább. Hátul vagy, Laci. Hol a center? Mert a center jött volna 2-esre. Hát ez az. Menjünk tovább. Most menjünk, most már 2-esre. Kuti jön le, és mehet. Onnan, 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 onnan. Tolódik, tolódik, tolódik. Jó, mehet így ugyanúgy a center 4. Az ütőnk elfelejtette, hogy ott van, agyonütötték a feladónkat. Nagyszerű. Valószínűleg meccsen is ez lesz. Nem blokkolsz? Nem blokkolok. Nincs center. Jó, állj! Uraim! Nincs képzett feladónk. Nem kell belemenni. Jó. Lényegében ennyi lenne az, amikor a feladónkat felkészítjük egy kicsit gyorsabban egy életszituációra, ahol már kell tudnia blokkolni, védekezni, biztosítani, és elvárom tőle azt, hogy nézzen át a túloldalra, hogy hova, hol van a blokk, hol van a kicsi blokk, vagy hova megy a blokk. Jó, megyünk tovább. A többiek szedjenek labdát. Köszönöm a segítséget az edzők úraknak. Mint ahogy már mondtam, a feladók is támadnak, addig az ütők pihennek. Gyere át, Matyi. Kicsit most elkezdjük gyakorolni a ledobott labdát. Most egyesével végig megyünk azon, hogyha a hálóra megy a labda, és mondjuk nem tudja megtartani, akkor ebben az esetben mit fog csinálni? Hátra dobott. Hoppá. Ez meg kicsi. Bejátszod? Köszönöm. Jó, itt már nem tudja meg... Itt már nem tudja megtartani, hanem szépen, finoman hátra húzza. Jó. Most egy olyan fajta feladói támadást fogunk bemutatni, ahol lehúzza a labdát bal kézzel, hiába jobbkezes. Bemutatja szépen előtte a kosárérintést. És nem tépi le mellé a hálót. Jó, elég, nyugi. Jó, elkezdtem én már gyakorolni a feladóimmal azt,
hogy nyugodtan ráfordulhatnak a labdával jobb kézzel, abban az esetben, hogyha magasívű, és csak szemből jön a labda. Mert akkor konkrétan még át tud nézni, hogy tud-e kezdeni vele valamit. Egy rálépés. Szép, még tovább, menjen egyesejre is. Tovább. Jó, nem tudsz kifordulni, semmi baj. Ezt ugyanúgy megcsinálom majd a másik feladommal, és akkor itt szép lassan felépítettük ezt az egészet. Most jön az a része, amikor a feladónál elkezdek rögzíteni. A feladónak tudni kell, hogy az adott játékosa milyen labdát tud megütni. Sorozattámadások. Gőci. Kuti üsse. Persze. Laci, gyere bejátszani. Itt először szintén megint csak állásból ad föl a feladónk, mert ilyenkor reggelenként leszoktunk ütni egy olyan 30-50-t a gyerekekkel, attól függ, hogy mennyit bírnak. Ezt négyes helyen, centere és kettes helyen meg szoktuk csinálni. Jó, mondjuk azt, hogy már csináljuk egy ideje. Ez a kényelmes pozíció. Most az ütők menjenek kiszakadásból, Matyika meg fusson be. Mert? Jó, megint nehezítünk. Az ütő ugyanúgy kiszakad, a feladó mögül jön a labda, és ötösről fut be. Nem kell ráadni a hálóra. Ilyenkor már javítom a feladónál. Hogyan fordul be? Figyelj! Jön a nyitás a túloldalról. Te így futsz be? Na, itt már találtunk egy olyan problémát, hogy amikor a feladó már fáradt, sumákol. Menjél vissza. Úgy. Háttal vagy a... Fordítva fordulsz. Jó, menjen. Fuss be. Ne. Másik irány. 360 fokot mentél. Állj. Magyika, így futsz be. Így. Ja. Már értem a problémát. Na igen. Itt már jön az, hogy ez nem volt soha gyakorolva. Mármint vele. Itt már megint kijönnek a technikai problémák. Nem fej fölött érint, nem magasan érint, és nincsen a labda alatt. Megint nehezítjük a gyakorlatot. Lacika, álljál ide be. Fogadni. Először csak dobjuk a labdát. Kérek most már egy centert is, kiszakadásból majd. Jön a labda, és kiszakadsz. Te meg menj egyesre. Be. Feladó mögül jön a labda, befutó helyzetből. Itt már játékszerű a helyzet. Itt már látjuk azt, hogy mi van akkor, hogyha az ellenfél a feladónk mögé nyit. Én most nem üt. Jó. Természetesen ezt a gyakorlatot megint lehet bővíteni. Ütéssel,
nyitás, nyitásfogadással, kiszakadással, vagy éppen védekezéssel. Ez mind a feladó játékossal, mind pedig a blokkoló, mind pedig a blokkolóval el lehet ezt játszani. Szerintem merül. Jó. Szerintem nagyon szépen köszönöm, hogy közreműködtetek. Kicsit balesetveszélyesek vagytok, így próbáltam gyorsítani. Jó? Köszönöm szépen nektek a munkátokat. Biztos van kérdés? Ott van egy kérdés. Ki? Figyelek. Csak azt szeretném kérdezni, hogy a lebetített anyagokat már fogjuk találni valami az évadok oldalon. Elnémultani a mikrofon. Nem az, hanem amikor erre válaszoltam. Alapjáraton, ugye a feladót próbáljuk minél kedvezőbb helyzetbe hozni, kettő vagy három lépés... Ja, jó. A feladót próbáljuk ötös helyen minél kedvezőbb helyzetbe hozni, amúgy is megüljön majdnem minden labda. Így eleve kihet ugye a hátsó soros négyes ütőig a helytartás szerint, meg ugye a center lehet itt. Ha centert egy kicsit fentebb küldöm, akkor konkrétan egy vagy két lépéssel be kell érni. Mindig arra az oldal fele fordulunk, ahonnan van a nyitó. Ugyanis onnan tudja végigkövetni, hogy honnan fog utána jönni a labda. Hogyha innen futok, akkor én először megnézem, hogy honnan jön a nyitás, és utána fordulok ki, és fordulok vissza. Jó, köszönöm.